Első alkalommal rendezett Zsámbokon szavalóversenyt a Liliomszál Alapítvány. A rendezvény nagy érdeklődésre tett szert, hiszen közel 50 versenyző vett részt az eseményen. A kiírás szerint általános iskolás gyermekek mérhették össze tudásukat különböző korosztályokban. A zsűri tagjai 4 különböző településről érkeztek, foglalkozásukat tekintve magyar szakos pedagógusok. A rendezvényt Bíró Endre szervező nyitotta meg, majd Vesztergán Miklós tárogatóművészt hallgathatták meg a versenyzők és az érdeklődők. Jó napot kívánok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Kultúra Napján. Bíró Endre vagyok, a Liliomszál Alapítvány tagja és egyik szervezője a ma esti rendezvénynek. 1823. január 22-én Kölcsey Ferenc véglegesítette a himnuszunkat. Ennek tiszteletére szerveztük ezt a kis megmérettetést iskoláink tanulóinak, melynek már most győztesei vagyunk, egyrészt mi szülők, szervezők, és mindenki, aki egy kis jóval is, de hozzájárult a ma esti ünnephez. Az is biztos, hogy a szavaló gyerekek között sem lesznek vesztesek, hiszen egy szavaló versenyen való részvétel szorgalomról, önbecsülésről, jelen irodalmunk és irodalmi múltunk iránti tiszteletről szól. Hát segítsünk nekik tisztelni a múltat, megérteni a jelent, s munkálkodjunk velük együtt a jövőn. Minden korosztályban hirdettek első, második helyezettet, valamint a zsűri tagjai és a szervezők úgy döntöttek, hogy a többi induló megérdemli a harmadik helyezést. Külön kiemelték és megköszönték a kísérő pedagógusok munkáját, hiszen a gyerekek nem csak Zsámbokról, de Kókáról, Turáról, Dányból, valamint Budapestről is érkeztek. Első helyezést ért el első, másodikos korosztályban Kis Kornél Zsámbokról, harmadik-negyedik osztályos korosztályban Német István Kókáról, ötödik-hatodik osztályos korosztályban Pócs Réka Turáról, hetedik-nyolcadik osztályos korosztályban Szabó Emőke Budapestről. Második helyezést értek el Bozlék Rita Turáról, Riskó Dávid Dányból, Vasas Fanni Zsámbokról és Gáspár Virág Turáról. A díjakat a zsűri elnöke, Simon Rozália, a Zsámboki Bajzalenke általános iskola igazgatónője adta át. Én először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, elsősorban a gyerekeknek ezt a délutánt, mert valljuk be őszintén, hogy sok minden belefér az életünkbe, de a vers az bizony egyre kevéssé, és talán ma délután megérezhettük azt, hogy ez mennyire fontos, vagy fontos lenne mindannyiunknak, hogy ezekben a versekben egy kicsit megmerítkezzünk, meg egyáltalán a magyar nyelvben. Úgyhogy én minden gyereknek, tanulónak, aki megörvendeztetett bennünket a magyar nyelv szépséges verseivel, most köszönöm meg. Melyik verssel készültél erre a mai versenyre? Vas Albert, a láthatatlan lobogó. Ez a te választásod volt, vagy segítettek? Hát az én választásom volt két kötet. Egy a 7 évszázad legszebb versei, és egy Vas Albert verses kötet, és én kerestem bennük verseket, és édesapám választotta ki az általam keresett versekből az ideálisat. Vas Albert, a láthatatlan lobogó. Konok hűséggel hordozom az úttalan bozótokon. Seb a vállam,
és sem a markom, de fogom, viszem és megtartom. S fogcsikorgatva hirdetem, nem ért véget a küzdelem. Mert valami még megmaradt, görcs zsibbasztja markomat, de markomban még itt a szó, a láthatatlan lobogó. Erekém, kincsem, fegyverem, magasra tartom, slengetem, s védem foggal és körömmel, vad tüvel és őrült örömmel. Melyik verssel készült? Varró Dániel Szösznéne. Könnyű volt megtanulni ezt a verset? Könnyű. Apa elmondta egyszer-kétszer, én az alatt megtanultam 2 verszakot, aztán egyszer csak elmondta, és tudtam az egészet. És hogy érzed, hogy sikerült most a színpadon elmondani ennyi ember előtt? Hát nem volt valami meglepő, mert most jöttem 3-ra, de egyébként szeretek ilyeneket mondani. Fönt a Maszathegy legtetején, ahol érik a bajuszos pöszméte, és ahol sose voltunk még te meg én, ott ül a teraszán Szösznéne. Ott ül a teraszán, vénkor a tavaszán, néha kiújul a köszvénye. Ott ül dúdorászva egy ózsdi hokedlin, szimatol körülötte az összvére. Hogy-hogy sohasem tetszik berekedni a nagy dúdolásban, Szösznéne? Hogy-hogy a köszvény, hogy-hogy az összvér nem szegi kedvét, Szösznéne? Hát, tudjátok, ez úgy van, gyerekek, nálam csupaszösz az asztal, a kerebet, csupaszösz a tévé, csupaszösz a telefon, szösz van a padlón, csempén, plafonon, szösz van a hokedlin, szösz van a nokedlin, szösz van a hajamon, a fülemen, a szöszömön, összvér, köszvér, semmi se búsít, nem szegi semmi se kedvem, köszönöm. Miért tartotta ezt fontosnak, hogy éppen erre a szavaló versenyre hozzá el a gyerekeket? Olyan tanítványaim vannak most az iskolában, akik nagyon szeretnek szerepelni, és szívesen vesznek részt mindenféle megmérettetésen, főleg olyan megmérettetésen, ahol szerepelhetnek, előadhatják a tudásukat, és erre itt még mi nem jártunk, tehát Kókáról még Zsámbokra nem jöttünk át, és nagyon kíváncsian vártuk a lehetőséget, és egyelőre nagyon jól érezzük itt magunkat, és a gyerekek is nagyon boldogok, hogy szerepelhetnek, és nekem külön az is segítség volt, hogy 5 gyereket is elhozhattam az iskolából, mert nem kellett kiválasztanom közülük 1-2, aki a legügyesebb, hanem mindenki, aki vállalkozó szellemű volt, jöhetett, és jól megtanulta a szöveget. A szavalóversenyt követően Bíró Endre főszervezővel összegeztük az estet, valamint Kerecsen Balázs támogatóval is beszélgettünk. Bevezetőjében a résztvevők szorgalmáról, önbecsüléséről, a múlt tiszteletéről beszélt. Miért lett ez a mottója ennek az ünnepségnek? Hát az ünnepség, illetve a bevezető szövegem az elmondta azt is, hogy a szorgalom és önbecsülés is főleg múlt irodalmának és a jelen irodalmának a fontosságára hívnánk fel a figyelmet, mert aki az irodalmi és hagyományait elveszíti, annak az embernek nemzeti öntudata is elveszett, és hogyha ezt a jövőnek tolmácsoljuk és átadjuk, akkor nagyon jó esélyünk van, hogy nem egy reménytelen kor fog utánunk következni. Az azért találtuk azt a legfontosabbnak, hogy minden korosztályból legyen egy első helyezett, meg egy második helyezett, mert ez fontos, hogy a gyerekek tudják, hogy azért a nyeréshez, ahhoz, hogy valamibe felülkerekedjenek, ahhoz kell az a szorgalom. Viszont azt is szeretük volna üzenni nekik, hogy a tenni akarás, a részvétel, és hogyha meg akar próbálni, megfelelni, megoldani dolgokat, akkor az ugyanolyan fontossággal bír, és hogy azt ugyanúgy megjutalmazza a sors adott esetben. Úgyhogy az egésznek ezt próbáltuk fontosítani a gyerekeknek, hogy a legközeljövőben is jöjjenek, jöhessenek, csinálják és érezzék a lendületet magukban. Szeretnének ennek a rendezvénynek hagyományt teremteni? Hát mindenféleképpen. Jövőre ugyanitt szeretnénk megcsinálni, és hogyha
budapesti rendezvényekkel, amiből elég sok szokott lenni ugyanezeken a napokon, összetudunk hangolni egy közös munkát, akkor a cél az lenne, hogy az első helyezettek tovább tudjanak menni, és oklevelet kapjanak, és szakmailag elismert oklevéllel gazdagodjanak a résztvevők. A támogatók segítségével milyen díjakat kaptak most a gyerekek? Hát nagyon sokat, hál' Istennek, ezt felsorolni is nehéz, tehát nem tudom, értékbe mondjam, vagy esetleg megnevezem, tehát ruhát, könyvet, emléklapokat, különböző korosztályhoz összeválogatott könyvről beszélünk, tanszert, ami esetleg ott, amiből többet össze tudtunk állítani, tehát nagyon sokat segítettek a támogatók a színpad dekorációkban, a reklámanyagok elkészítésébe, tehát én azt gondolom, hogyha napi szinten tesszük a dolgunkat, és igyekszünk egyre többen úgy gondolkodni, hogy adjunk a gyerekeknek, ha nem tudunk pénzt, nem mindig pénzbe lehet adni. Ha szellemileg tudunk adni, és az értékeinket át tudjuk adni nekik, és felhívni a figyelmet, hogy ez egy olyan ünnep, és ez egy olyan hagyomány, ami számunkra fontos, akkor ő is megtanulja, ő is továbbadja, és akkor mindig generációról generációra ezt a dolgot tudjuk ismételten megcsinálni jól. Mik az alapítvány jövőbeli tervei? Hát első számú terv az augusztusi hónapban megszervezésre kerülő táborunk, aminek mindenféleképpen hangsúlyt szeretnénk fektetni ott is a kultúrára. Minden más lehetőség, ami a táborokba elfogadott, az meg lesz. Értem ez alatt a strandokat, meg ilyesmit, amit a gyerekek nagyon szeretnek, de Eger környékén a jellegzetességeinket meglátogatjuk, és este történelemszakos tanár segítségével tábortűz mellett egy olyasfajta játékos oktatásba ismertetjük az alaptól annak a várnak a történetét, vagy annak a bazilikának a történetét, amit meglátogattak, hogy mély nyomot hagyjon, megmaradjon bennük. Tehát a tábor nagyjából, a tábor programja az ezt akarja, teljes programsor nincs összeállítva. Amikor mindent összeállítunk, akkor a megfelelő helyekre szeretnénk eljuttatni. És szeretettel várjuk az érdeklődőket már most. Mi késztett ma egy vállalkozást arra, hogy egy rendezvény támogatója legyen? Hát első körben fiatal vállalkozás vagyunk, és minden olyan lehetőséget meg kell ragadnunk, ahol azokat a hagyományokat, amiket mi is tisztelünk és szeretünk, azokat népszerűsítsük, akár majd a saját termékeinken keresztül is. A Lirium Szál Alapítvány képviseletében Németh Andrea az ünnephez méltó szavakkal engedte útjukra a versenyzőket. Lirium Szálak. Távolból üzenek nektek. Még ilyen távolból is látszik az az apró, de fényes kis csillag, amit ti festetek az égre. Az élni akarás és a szeretet fénye sugárzik belőle. Az élni akarásé, amit a gyökereink nélkül nem lehet végigcsinálni. Az ágas-bogas gyökerünk egyik ága nem más, mint a kultúránk. Ebben az elanyagiasodott hamis világban úgy hirdetik, hogy erre nincs is igazán szükségünk. Aki hisz nekik, saját életfájának egy erős tartóágát vágja el. Így együtt látva titeket, az ember szívét öröm tölti meg. Tudom, sokszor szélmaromharcnak tűnik ez az egész, de itt és most látszik, hogy megérte. Öröm látni ennyi csillagocskát, akik óvják, vigyázzák kultúránkat, és továbbadják szellemi örökségünket. Tudom, hogy sokszor szélmalomharcnak tűnik ez az egész, de itt és most látszik, hogy megérte. Megérte a fáradozást, hiszen újak és újak jöttek és jönnek a magyar kultúra zászlaja alá, hirdetve szellemi gazdagságunkat, sokszínűségünket. Az igazán szép az volna, ha nem csak egy napon tartanánk ezt az ünnepet, hanem egész évben büszkén hirdetnénk, ünnepelnénk. Ezekkel a szavakkal kívánok minden szülőnek és gyermeknek jó egészséget és kitartást ehhez a nehéz, de mégis örömteli munkához.